Számunkra ez nagyon fontos nyereség volt, meg ez a román túra tényleg nagyon fontos volt, hogy pontokat loptunk el. Ezek a pontok kellettek, hogy közelebb kerüljünk a playoffhoz. Pont a Erdély túra előtt én nyilatkoztam arról, hogy hogy állunk ehhez a túrához, pontokat kell ellopnunk, és nagyon jól sikerült. Az én shutoutom az, az ilyenkor mindig egy jó lesz, egy bizalmat ad a következő maradék meccsekre, de ugye ez a srácok is nagyon sokat segítettek, hogy ez a mai összejöjjön, és a két pontot behozzuk a végén. Gondolom, hogy ennek az oka az a játsz, hogy a héten a szikorik mérkőzésünk, ez nem csak őben, de szerintem mentálisan is kifárasztotta a társaságot, úgyhogy szerintem a kritikus momentumokban, amikor a sok helyzetünkből egyet be kellett volna ütni, akkor nem voltunk elég fókuszáltak. Hát ez szerintem egyénileg mindenkinek egy kicsit különböző, mert mindenki próbál a hidratálásra, a regenerálódásra figyelni, ki felmegyük, aki csinált napokon edzésre, ki nem, biciklizik, de ennél többet nem igazán tudom. Pont beszéltük is a srácokkal a meccs előtt, hogy nagyon hiányzik a közönség, szerintem simán ők lennének a hetedik ember a jégen. Tudni illik, hogy Gyergyóban nagyon erős a pálya a szurkolók miatt, úgyhogy nagyon jó lenne, ha végre szurkolók előtt tudnánk játszani, de ez is egy nagyon jó meglepetés volt, és egy jó löketet adtak. Óriási öröm, mert a 5 nap alatt a negyedik meccsünk volt, és ilyen még nem történt egy erdélyi túránkon se, hogy mind az 5 meccsen vagy pontot szereztünk, vagy volt esélyünk pontot szerezni. 6 ponttal megyünk haza, úgy érzem, hogy a várakozásokon felül, viszont ez mutatja a csapat erejét, és ez adhat nekünk önbizalmat a hátralevő pár meccsre, hogy kiharcoljuk magunknak a playoffba jutást. Váltva védetjük a kapusainkat, mert szerencsére jó helyzetben vagyunk, hogy teljesen mindegy, hogy melyiket tesszük, mind a kettő jól véd, úgyhogy nagyon jó kapus teljesítménye rukkoltunk elő. Nem mondom, hogy mezőnybe a Gyergyó nem kerekedett fölénk, mert volt, hogy okoztak nehéz nem pillanatokat, hanem azt, hogy inkább perceket, de szerencsére nagyon együtt voltunk, és ki tudtuk védekezni a nagy nyomás alatt ránk zúduló lövéseket, és utána a végén meg be tudtuk húzni idén először, ebbe a szezonban először a pluszpontot. Én úgy érzem, hogy így fel a túloldalon úgy is ünnepelnek, így tudunk mi is ünnepelni. 1-0-ra nyertünk Debrecenbe, hasonló volt a koreográfia, csak itt végig domináltunk, azért azt gondolom, az ellenfélnek is megvoltak a helyzetei a gólhoz, de mind a két kapus jól védett, de azt gondolom, hogy lényegesen több helyzetünk volt, komoly helyzetek. Talán betudható annak, hogy 5. meccsünk volt ez hétfőtől, tehát 7 nap 5 meccs az nem egyszerű, még akkor is, ha relatív, ugye a Bukarest meccsek azok mondhatni könnyed, de ugyanúgy föl kell készüljél, ugyanúgy meg kell lenned az anyagot az ellenfélről, ugyanúgy végre is kell hajtanod, az is energia, és én inkább abban láttam azt, hogy a 5. meccsen vagyunk, hogy a befejezéseknek a pontosságán az a mentális élesség az talán hiányzott. Voltak olyan lövések, amik máskor bementek, most ma az sem. Talán vasat is lőttünk, szóló is maradt ki. Bőven volt helyzetünk ahhoz, hogy ezt a meccset megnyerjük. Defenzív részében nyilván elégedett vagyok, mert ugye 60 percen nulláztunk, de sajnos nem lőttünk gólt. Ilyen előfordul, nem kellenek nagy ügyet tulajdonítani, dolgoznunk kell. Tudjuk jól, hogy nem vagyunk egy nagy góllövő csapat, ezért fejlesztük a védekezésünket, amennyire csak tudjuk, mert tudjuk, hogy nekünk sok kell ahhoz, hogy keveset lőjünk. Ez ma így ilyen volt. Azt gondolom, hogy nem tudom elmarasztalni a játékosokat, büszke vagyok az e-heti teljesítményükre. Jól dolgoztak ezen a héten, most holnap kapnak egy nap szabadot, aztán jön egy újabb következő nehéz hét. Igen, korábban több interjúban is mondtad, hogy februárra lesz kész a csapat. Azért már látszik a munka, hogy látod, megérkeztünk, vagy még azért? Én ezzel mindig nagyon óvatos vagyok. Lévén, hogy soha nincs kész egy csapat. Én nyilvánvaló, hogy van fejlődés, és ezt örülök, ha látjátok, és bár láthatnák a szurkolók, hát meg is kell említenem őket, mert több százan megjelentek ma, buzdították a csapatot, és külön köszönöm nekik, hogy kórusban megköszöntöttek a szülinapomon, nagyon megható volt, ilyet nem tapasztaltam még, se játékosként, sem edzőként ilyen gesztust szurkolóktól edzőfele. Úgyhogy ezt még egyszer nagyon köszönöm, és olyan sajnálom, hogy ezt a fejlődést csak tévén keresztül látják, mert az a fajta odaadás, az a fajta akarás, amit a játékosok mutatnak élőben, sokkal jobban átmenne,
és hát azért azt is tudjuk, hogy valószínű, hogy egy ilyen 0-0-ás meccs akkor annyira ez egy csodás publikum teltházzal meg tudná nyomni annyira az ellenfelet, hogy lehet, hogy pont az ő egy góljuk hiányzott ma este. De hát ez egy ilyen covidos szezon, és ezen túl leszünk. Jön a playoff, én azt gondolom, ez is playoff mentalitásba jégkorongoztunk, a csere hosszúságokkal voltam néha elégedetlen, mert abba elúsztattuk magunkat, többször voltak nagyon hosszú cserék, ezáltal a ritmust meg tudtuk ölni a többi sorokba. Ezek mindig van miben javulni, ez is az egyik olyan szegmens, amiben javulni szeretnénk, de az kétségtelen tény, hogy jó irányba haladunk.